Helyá! Na, ebben a részben a player stattal fogunk foglalkozni, amiben ugye kijelezzük majd az életerőt és egyéb információkat, ami valahogy így fog kinézni. Szóval, miután elindul a játék, szépen elkezd csökkenni az étel, vagyis az éjség és a szomjúság indikátor, illetve ugye nekünk van egy staminánk és van egy életerőnk, és ahogyan elkezdünk majd szépen futni, csökken a staminánk, ha megállunk, akkor elkezdünk regenerálódni, illetve ugye működik nekünk az életerőnk is, hogyha ugye az ellenfél támad, tehát tulajdonképpen azzal, hogy itt átmegyek ezen a piros kapszulán, ezzel szimulálom azt, hogy sebződünk, és ugye egyben ha egy medkitet felveszünk, akkor azzal viszont regenerálni tudjuk. Hát akkor szerintem álljunk is neki. Itt fejeztük be, hogy van nekünk itt egy hadunk, ami ugye Canvas néven volt az előző részben, és volt benne egy image, ami a crosshair, azaz a célkeresztünk. Úgyhogy ehhez szeretnénk akkor hozzáadni egy panelt, amit 2D-s változatban szeretnénk megoldani, amit bal alulra fogunk horgonyozni, és egy 100x40 pixel széles kis doboz nekünk bőven elég is lesz. Ez legyen mondjuk itt. Ehhez egyszerűen nem, még nem nevezzük át, hozzáadunk egy képet 30x30 pixel szélességben, szint nem, ezt bal középre horgonyozzuk, oké, illetve kell nekünk egy szöveg is. Tehát egy text, ezt kicsit átméretezzük. Na most mit, hát hogyha nem lenne most itt valami gebasz, és ez a tehát a canvas az jó helyen lenne, akkor lehet, hogy tudnék is normálisan dolgozni vele. Hol ez a panel? Oké. Jó, és ezt is bal középre. Beállítjuk egy 26. Nézzük meg, hogyha beleírom, hogy 100. Jó, oké. Legyen félkövér. És akkor szükségünk lesz ugye a képhez nekünk ikonokra, amit a textúrán belül egy HUD mappába fogok importálni. Ezeket a textúrákat, ikonokat Illustratorba dobtam össze gyorsan. Így szemléltetésképpen. Hogyha kijelöljük, ugye mind a négyet kijelöltem, mert mind a négyre igaz lesz majd a beállítás. A textúra típusát átállítjuk
alapértelmezetről, azaz defaultról sprite-ra, és ezek 256x256 pixel szélességű és magasságú ikonok. És akkor térjünk vissza az indikátorhoz, amibe be is húzzuk, így már be tudjuk húzni ide az ikonokat, ugyanis hogyha ezt a beállítást, ezt nem végezzük el, akkor itt a képnek nem tudjuk megadni, mert ez csak sprite-okat fogad. Illetve azért állíthatunk a... nem ezen állítunk, hanem a panelnak a színén, hogy sötétebbre vehetjük, világosabbra vehetjük. Ezt viszont itt állítjuk. Legyen mondjuk így. Nekem ez így tetszik. Jó. Tehát akkor meg is van az első, ezt szépen leduplikálom. És akkor fölé húzom. Sőt, lehet, hogy most egy oldalra rendezem mindet. Jó. Hát nyilván azért ezt jobban el kell rendezni, mert itt azért, amint láthatjuk, itt nagyobb hely van, mint itt a panelek között. Hát jó. Na, így egy kicsit mindjárt rendezettebben néz ki a dolog. És akkor... ezt elnevezzük Health panelnek. A következőt elnevezzük Stamina panelnek. Bármilyen nevet lehet amúgy neki adni, az a lényeg, hogy tud, hogy mi az a panel. Ez lesz a Hunger panel. És a szomjúságot kijelző Thirst panel. Jó. A képek azok maradhatnak image néven, és ez pedig akkor health text. Ez lesz a stamina text. Hunger. És thirst. Jó. Illetve ugye cseréljük ki ezeknek is a képét. Ez a szomjúság. Ez az éjség. És a stamina. Esetleg még olyat csinálhatunk, hogy ez mondjuk legyen egy kicsit pirosas, a stamina az legyen mondjuk olyan kéke, nem, ne legyen kékes, mert az az izé lesz az innivaló, akkor sárgás. Az éjség zöldes. Mondjuk az majdnem lehetett volna ez is, az életerő is, mindegy. A szomjúság pedig lesz kékes. Blue is. Hát az egy inkább lila, mint kék. De mindegy is. Jó. Így egy kicsit így színeztük, jobban elkülönülnek. Tehát könnyebben azonosítjuk őket, nem csak az ikonok alapján. Tehát akkor kész is van nekünk a HUD, azaz a grafikus interfészünk, amiben ugye visszajelzést kapunk arról, hogy hogy áll a karakterünk, és akkor hozzuk is létre a scriptünket hozzá, ami pedig
Player stat néven lesz elnevezve. És hát akkor kezdjünk is bele. Kicsit igazítjuk ezeket a dolgokat. Jó. Azt mondja, kell nekünk pár publikus változó. Public health. Ja, meg kéne adnunk, hogy az micsoda. Az egy float lesz. Ami egyenlő 100-zal. Aztán egy public float stamina egyenlő 5, public milyen fleo float hunger egyenlő szintén 100, public float thirst szintén 100. Jó. Kell nekünk egy nem egy, hanem több is. Private float Hanganomo Stamina Nomo. Aztán aha, jó van. Hanganomo. Mindjárt javítom. First Nomo. Ez a health. Mondjuk mindegy lett volna, ha ideírom, de akkor próbálok konzisztens maradni, hogy ugyanazt a sorrendet tartom, és kell nekünk, hogy mennyivel csökkentsük a staminát, mennyivel csökkentsük az éjséget, a szomjúságot, ugye a healthhez nem kell. Ezt akkor ide alá fogom rakni. És privát float stamina for rate. Tehát, hogy mondjuk kettővel kicsit elszeparáljuk itt a dolgokat. Private float hangfall rate. Hát ez ne csökkenjen gyorsan. Úgyhogy 0,2-vel csökkentjük, és ugyanannyival fogjuk csökkenteni. A szomjúságot is. Nyilván ez kinek hogyan, ez igazából csak szemléltetésképpen vannak ezek az adatok. Balanszolásnál úgyis nem árt, hogyha csiszoltok majd rajta. Meg vagyunk, meg van mindenünk. Ahhoz, hogy elkezdjük, igazából megvan mindenünk. A startban pedig nem definiáljuk, hanem értéket adunk a normál változóknak, ami tulajdonképpen ugye azt fogja tartalmazni, hogy milyen értékeket állítottunk be jelen pillanatban az életerőnek, meg egyéb... Tehát a staminának, a szomjúságnak, éjségnek, és azért itt definiáljuk, mert
ezek a változók látszani fognak az inspektorba is. Hogyha az inspektorba átírjuk, akkor tulajdonképpen mikor a játékot elindítjuk, akkor azokat az értékeket megadja. Ugye megtehetném azt, hogy publikussá teszem ezeket a változókat, és akkor, hogyha átírom, hogy a health az 150, akkor a normált, tehát a maximum életerőt is át kéne írnom 150-re. Így viszont a script el fogja végezni helyettünk. Ami azt jelenti, hogy a health normal az egyenlő health. A sorrendben stamina normal egyenlő stamina. Hunger normal az hunger. És a thirst normal az pedig thirst. Tehát így értéket adtunk a négy privát változónknak, amivel már is tudjuk, hogy a maximum értéke az életerőnek 100, a staminának 5, az éjségnek 100, és a szomjúságnak is 100. Erre azért van szükségünk, mert amikor majd regenerálódunk, például stamina esetében, vagy medkitet veszünk föl, és az életerőnket szeretnénk növelni, és például 98-on áll az életerőnk, de egy olyan medkitet vettünk föl, ami 10-zel javít, akkor nem engedi, hogy 108 legyen, hanem csak 100 lesz. Jó. És akkor kezdjük is a staminával, illetve azokkal a dolgokkal, amiket már tulajdonképpen tudunk is, ugyanis tudunk módosítani. Tehát akkor vizsgálnunk kellene, hogy futunk-e. Tehát input get key. Azért kell itt nekünk a get key, key code left shift. Szóval azért a get key-t használjuk itt, nem pedig a get key down-t, mert nem csak egyszer fogjuk lenyomni a shiftet. De ezt akár meg is tudom majd mutatni mindjárt. Stamina minusz egyenlő time delta time szorozva a stamina for rate-tel, tehát amennyivel csökkenteni szeretnénk a staminát abban az esetben, hogyha fut a karakterünk. De akkor itt nézzük is meg, hogy mi történik akkor, hogyha get key down érték fog szerepelni, illetve a player statot hozzá kéne adnunk az a játékosunkhoz. Ami meg is történt, az egy nem létező scriptot, és itt láthatjuk, hogy itt vannak az értékek, életerő, az állóképesség, az éjség és a szomjúság. Nos. Ugye, az történik, hogy most elkezdünk sétálni, ugye semmi nem változik. Ha elkezdek futni, akkor sem történik sok minden, tehát egyszer levont belőle. Ugye mennyit vont le? 0,1-et. Mert hogy a times pont delta time szorozva 2-vel az ezek szerint ugye hát nem egészen 0,1, annál is kevesebb. Szóval tulajdonképpen az történt, hogy ez a scriptünk, ez a rész, ez egyetlen egyszer futott le. Pedig az update funkció az minden egyes képkockánál meghívódik.
Ami azt jelenti, hogyha, mint azt, ahogyan már beszéltük egy előző részben, hogyha 30 frame per second-kel megy a játék, akkor 30-szor másodpercenként. Na most ez hiába futott le annyiszor, ez akkor is csak egyszer futott le. Ezért kell nekünk itt a get key. És így már, hogyha újra leteszteljük, akkor folyamatosan csökken. Viszont van egy olyan probléma, hogyha most lenyomom a shiftet, akkor tovább csökken. Úgyhogy ezt akkor meg is kellene oldanunk, ugyanis hát nem futottunk. Ezt pedig úgy tudjuk megoldani, hogy egy további vizsgálatot teszünk bele, amit zárójelbe kell tennünk, mert hogy itt egy vagy ez, vagy az teljesül. Tehát input getAxis vertical egyenlő egy, vagy input getAxis horizontal egyenlő egy. Nos, itt ugye, ha ezt a feltételt nem tesszük zárójelbe, akkor az történik, hogy úgy vizsgálja, hogy ha a shift le van nyomva, és az előre vagy hátra, akkor teljesül. Vagy a jobbra-balra, azaz az AD le van nyomva, akkor szintén teljesül. Ugyanis, mind a matematikai sorrendnél is, ugye balról jobbra halad. És az ésnek, ugye, hát ez tulajdonképpen értelemszerű, hogy ez és ez, vagy ez. Viszont mi ugye azt szeretnénk vizsgálni, hogy ez és ez, vagy ez és ez. Tehát tulajdonképpen ezért kell nekünk zárójelbe tenni, mert először ezt kell vizsgálnia, hogy ez teljesül-e, tehát hogy jobbra-balra megyünk-e, vagy előre-hátra megyünk-e, és nyomva tartjuk-e a shiftet. Na most, hogyha letesztelnénk, akkor tulajdonképpen ugye most már megoldódott a probléma, de még mielőtt teszteljük, előtte gyorsan, hogy ne húzzuk az időt, csináljuk meg azt, hogy már kezdjen el az éjségjelző is csökkenni. Tehát megadjuk, hogy a hang, sőt, de jó, hang. Minusz egy, mondom egyenlő. Time dot delta time. Szorozva a hang fall rate-tel. És ugyanez a szomjúságra. Ami minusz egyenlő. Time delta time. Ne szívassál már. Delta time. Jó. Igen. Ha a hang nagyobb egyenlő, mint nulla. Csak akkor csökkentse, mert
utána ezt már nem akarjuk csökkenteni. És ugyanez lesz igaz a szomjúságra is. Ha nagyobb egyenlő, mint nulla. Jó. Teszt. És hogyha figyeljük az inspektort, akkor elvileg ott csökkenni is fog nekünk. Na most ugye futok. Csak a shiftet nyomom, nem csökken előrét, nem csökken hátrát, nem csökken jobbra, vagy balra, jobbra, nem csökken. Jó. Viszont valamiért az éhség és a szomjúság az nem működött. De hibát se írt. Azért nem működött, mert itt azt vizsgáljuk, hogy nagyobb egyenlő-e, nem pedig azt, hogy kisebb egyenlő. Jó. Szükségünk lesz nekünk arra, hogy itt az aktuális értékek jelenjenek meg nekünk, ehhez pedig kell private text, és amint látjuk, nem kapunk ilyet, hogy text, mert hogy szükségünk lesz nekünk using Unity engine.ui. Tehát behívjuk a UI namespace-t, és ezáltal, hogy ha elkezdem írni, akkor megjelent, és hozzáférünk a texthez is. És négyet kell definiálnunk, azt mondja. Help. Text egyenlő... Ja, itt nem. Stamina. Text. Hunger. Text. És a thirst. Text. És ezt mindjárt meg is adjuk itt. Na most van az a megoldás, hogy public. Ez meg fog itt jelenni nekünk az inspektorba. Igen, meg is jelent. És akkor innen szépen fogjuk. És behúzkodjuk oda. Tehát megmondom, hogy ez a szomjúság. Viszont én ezt nem szeretném. Nem véletlenül adtam itt meg a nevet neki, ami által tudjuk azonosítani. Illetve nem szeretnénk hozzáférni, úgyhogy ez marad private. Private. És innen a kódból fogunk hozzáférni, amit úgy fogunk megtenni, hogy health text az egyenlő a game object find health text pont get component text. És ezzel azt mondtuk neki, hogy ugye igen, a HUD az egy game object, illetve van itt több game object is, tehát ezen a jeleneten belül keresse meg a first text nevű. Tulajdonképpen ugye ez is egy game objectként szerepel, tehát keresse meg ezt a nevű game objectet. Majd, hogyha ez megtörtént, akkor ezt a komponenst, ezt adja hozzá. Tehát a
get komponent, text, illetve ne adja hozzá, hanem azt húzza be, és akkor a health text innentől azt mondja, hogy health text pont, és hozzá is férünk a text értékhez, viszont ezt ugye nem itt fogjuk megadni, hanem azt fogjuk most egyelőre csinálni, hogy ezt még háromszor, és szépen megcsináljuk a staminával, a hungerrel, a thirsttel, illetve itt is ugyanúgy át kell írnunk. First. Ugye, hogyha például te azt adtad, hogy szomjúságszöveg, akkor ide szomjúságszöveget kell beírnod. Azt viszont sose felejtsétek el, hogy ékezeteket ne használjatok, mert akkor nem fog működni. Hange. És ide pedig stamina. De nagy S-sel, mert úgy lett megadva a neve. Jó. Így akkor ugye mindjárt hozzá is adtuk ezeket a komponenseket, innentől tudjuk majd módosítani. És itt külön megadjuk, hogy a health text, igen, az egyenlő math f, hogyan is van, float to integer, és health. Ja, és toString. Na, mi bajod van? Aha. Hát itt kihagytam azt, hogy text. Jó. Nos. Jogos a kérdés, hogyha egyszer itt azt mondom neki, hogy a tizedes pontosságú számból csináljon egész számot, tehát egy integert, akkor itt miért float van megadva, és miért nem integer? Azért, mert a times, delta time, amint látjuk, az egy tizedes pontosságú értékű, csak olvasható változót ad, vagy szóval még egyszer, csak olvasható float értéket, azaz tizedes pontosságú számot ad vissza, ezért kellett nekünk a for rate-et is float-ként definiálni, illetve ezt az értéket is úgy definiálni, mert máskülönben akkor itt kellene nekünk majd megadnunk azt, hogy math, amit lentebb is, hogy átalakítjuk integerre. Jó. Ugyanezt megcsináljuk az összes többivel is. Jó. Ez lesz ugye itt nekünk a stamina. Ez lesz a hunger, ez pedig itt a szomjúság, tehát a thirst, illetve itt a thirst text, aztán a ide jön a hunger, és itt adjuk meg a staminának. Jó, oké. Okay. Akkor teszteljük is le. Na, és működik. Amint azt láthatjuk, ugye kírja 97. Na most ez, azért kellett ez, mert máskülönben azt írná, hogy 96,456, folyamatosan villogna. És az nekünk nem lenne jó, illetve hogyha nekiállunk futni, akkor a staminánk is
elég gyorsan csökken, viszont itt lesz további javítani valunk, ugyanis tudunk mínuszba menni, és futni is tudunk. Úgyhogy ezt a két problémát gyorsan meg is oldjuk. Amennyiben a staminánk most viszont kisebb egyenlő, mint nulla, akkor a stamina az egyenlő nulla. Jó. Viszont lesz nekünk egy ELSE elágazásunk, ahol ismételten vizsgáljuk, hogy amennyiben a stamina kisebb egyenlő. Nem. De. Viszont itt kisebb egyenlő, mint a stamina normál. Akkor a stamina az plusz egyenlő time delta time szorozva, viszont most nem szeretném ugyanolyan gyorsan regenerálni, mint amilyen gyorsan fárad, és nem szeretnék hozzá egy külön változót definiálni, hogy mennyi legyen az az érték, amennyivel regenerálja. Ezért azt fogjuk csinálni, hogy a stamina fall rate, tehát a csökkentési értéknek a felével fogjuk növelni. Tehát elosztjuk kettővel. Úgyhogy ha most megáll majd a karakterünk, akkor utána elkezd regenerálódni. Viszont, tehát addig csinálja ezt, amíg a stamina kisebb egyenlő, mint a normál. Utána már nem. Ide tegyünk be egy elzágat. Ne ide rakjuk, mert akárhol is módosulhat. Azt itt fogjuk vizsgálni, hogy abban az esetben, ha a stamina nagyobb, mint a stamina normál, tehát hogy abban az esetben, hogyha ugyanakkora, itt is akkor ez nem kisebb egyenlő, hanem kisebb. Mert ha egyenlő nullával, akkor ne tegyük már egyenlővé. A egyenlője a nullával. Mindegy is. Tehát, hogyha a stamina értéke nagyobb, mint a maximum, azaz a normál stamina érték, akkor a stamina az egyenlő lesz a stamina normállal, tehát a maximum értékkel. Tehát, hogyha ugye az állóképességünk 5. És mint azt itt megmondtuk neki, az a maximum értéke is. De hogyha, ugye itt azt mondjuk, hogy hát regeneráljuk, és addig csináljuk, amíg kisebb vagy nem egyenlő. Ami kisebb egyenlő, mint a maximum értéke, addig folyamatosan regenerálja, de mivel tizedes pontosságú számokkal dolgozunk, ezért előfordulhat, hogy 5,3-ra fogja visszaemelni, és azt nem szeretnénk. Így is úgyis integerbe fogjuk megjeleníteni, tehát az 5,3-at azt 5-ként fogja kijelezni, de előbb-utóbb ebből probléma lehet, úgyhogy ezt itt lekezeljük. És nem engedjük meg neki, tehát hogyha azt látjuk, hogy az állóképességnek az értéke 5,3, ami ugye nagyobb, mint a maximum értéke, akkor a staminát lecsökkentjük a maximum értékre, tehát 5,3-ról 5-re. Tulajdonképpen ezt fogja csinálni ez a rész itt. És akkor a következő lépés pedig
az lesz, hogy amint azt láthattátok, ha lenullázódott az állóképességünk, azaz a sztaminánk, akkor ugyanúgy tudtunk tovább futni. Ez viszont nekünk nem jó. Ehhez azt kell csinálnunk, hogy nekünk hozzá kell férnünk a játékosunknak a First Person Controller scriptjéhez, ami ugye a Unity-val együtt érkezik. Tehát amikor beimportáljuk a karaktert, akkor megkapjuk ezt is. És itt van definiálva, illetve itt van leprogramozva, ez az alap belső nézetes karakter. Jó. Itt pedig az lesz, hogy létrehozunk egy private boolean can run true. Tehát létrehoztunk egy privát változót, ami ugye arról szól, hogy a karakterünk tud-e futni, vagy sem. Ezt a módosítást, ezt már nem is tudom, hol találtam meg. Ha megtalálom, akkor a leírásba berakom a linket. Oké, és akkor meg itt lent pedig a script végén egy public bool can run getter settert hozunk létre, ami set m can run get m can run. Így. Mi a hiba? Ide nem kell return, ide kell a return. És nem kellenek ezek. Vagy igen? Ah, még mindig hiba van, úgyhogy gyorsan puskázunk. Igen. Jó. Aha. Jó van, belülre rakjuk. Illetve ez a sor lesz módosítva. Jó, és akkor itt van ugye, hogy a speed egyenlő m is walking. Nem. Tehát a speed az egyenlő
Ha sétál, akkor sétál, ha nem sétál, akkor fut. Ami úgy lesz módosítva, hogy ha sétál, akkor sétál, de ha akkor sétál, igen. Ha tud futni, nem, ha szóval hülyeséget mondok. Tehát a sebessége a karakterünknek, ha sétál, akkor sétálási sebesség. Ha tud futni, akkor futási sebesség. Ha nem tud futni, akkor sétálási sebesség. Na, ezt jól megaszontam. Ez viszont, akkor legyen már úgy, ahogyan ott is volt, hát ha gebasz lesz belőle. Mivel getter setter, nem pedig setter getter. És szeretnénk ehhez a scripthez hozzáférni, úgyhogy szükségünk lesz nekünk a Using Unity Standard Assets Characters és First Person. Így hozzáférünk majd tulajdonképpen a privát változónkhoz, amihez egy publikus setter-gettert kértünk le. Jó. Ami tulajdonképpen úgy fog működni, hogy amennyiben a stamina kisebb, mint nulla, akkor még azelőtt kell nekünk egy privát first person controller, ami lesz a player. Kell nekünk egyéb dolog? Nem, szerintem nem. Tehát a player can run az egyenlő false. Tehát, hogyha a staminánk kisebb, mint nulla, akkor a karakterünk nem tud futni tovább. Ha viszont a pont az ellenkezője az igaz, hát ezt nem hiszem el, hogy mindig megszivat, hogy behúzza automatikusan. Player. Meg ez is. Az inspect, vagy ez az automatikus izé. Na, azért. True. Tehát, hogyha már a nullánál nagyobb, tehát nem kisebb. Ezt jó megmondtam. Akkor viszont tud a játékosunk futni. És akkor teszteljük is le, hogy ezt jól megcsináltuk-e. Ehe. A 63. sorban. Itt. Akkor mégiscsak player. Nem pont, hanem get component first person controller. Most viszont már működnie kell. Így is van. Tehát tudok futni. Lenullázódott, nem tudok futni. Fölmegy, tudok futni, lenullázódott, nem tudok futni. És regenerálódtunk, 5-ig, jó, nagyszerű. És már is tudok futni. És nem nagyon észrevehető, de gyorsabban elfogy a staminánk, mint ahogyan regenerálódunk.
és ugyanúgy éhezünk, szomjazunk, nem túl gyorsan éhezünk, nem túl gyorsan szomjazunk. Ja, amit még akartam itt pluszba, ha amennyiben futunk, abban az esetben a hunger az mínusz egyenlő time delta time szorozva hunger for rate szorozva kettővel. És ugyanez a szomjúságra is igaz, amivel azt mondjuk, hogy abban az esetben, hogyha mi most nekiállunk futni, akkor gyorsabban szomjazunk és gyorsabban éhezünk. Viszont remélhetőleg nem túl gyorsan. Ezt gyorsan leteszteljük. Nézzük csak, milyen 96, 95, ha futok, 4, nem tudok olyan sokáig futni, úgyhogy a staminánkat följebb rakjuk. És akkor így jobban tudjuk vizsgálni. 8, oké. 97, ha futok, 6, 5, 4, határozottan gyorsabban csökken. Jó, akkor működik ez is. Viszont amit ugye az elején bemutattam, tehát az, hogy fölveszünk valamit, azt majd igazából egy teljesen más, egy másik részben fogjuk majd megcsinálni, de azért lehet, hogy gyorsan megmutatok egy példát. Például létrehozok gyorsan egy kockát. De valahova a játékos közelébe kéne rakni. Game Object. Opacska! Na. A playernél vagyok. Oké, na. Ezt akartam. Létrehozok gyorsan ide egy kockát. Cube. Oké. A mérete az nekem bőven jó lesz, hogy fele ekkorába. És igazából mindegy, hogy melyik lesz, úgyhogy én egy kék materiált fogok neki adni. Gyorsan létre is hozok egy kéket, ami volt. Item. Csillogjon, mint az atom. Na. És rá, ja, itt kéne ráhúzni azért. Oké. Hol van? Itt van. Átnevezem. Bottled water. Tehát egy palackozott víz. Aminek van egy Box Collider-re, itt bekapcsolom, hogy is trigger, és kell nekem, nem ez, hanem egy új scriptet hozunk létre a scripts mappába. Ott volt, mindegy, hogy mi a neve, most így hirtelen ez jutott eszembe. Oké.
Azt hiszem, hogy ezekre itt nem lesz szükség. Így. Void on trigger. Enter. Collider add. Oké. Okay. If add. Name, nem name, tag. Add a tag. Egyenlő player. Adjál vizet. Ide pedig nekünk kell majd a... Ide semmi nem kell nekünk. Ide kell a... Private player stat. Player stat. Igen. Player stat first. Nem. Hát nem igaz. First. Hát komolyan mondom, mindjárt megőrülök. First. Plusz egyenlő 10. Itt amúgy lehetne vizsgálni. Itt vizsgáljuk, na vizsgáljuk. Na mindegy, teszteljünk. Szomjazunk. Kicsit magasra raktam ezt a kockát. Konzolba kaptunk valamit. Nem ad vizet, hallod? Szerintem azt rontottam el, hogy kell nekem a void start és a player stat egyenlő game object find. Amúgy nem ezt rontottam el, de megadjuk. FPS controller get component player stat. Hát mondom player stat. Hát most kellem harangozni. Jó. Az volt a hiba. Amúgy, hogy itt a bottled water, nem, mondom itt van, nem húztam rá a scriptet. Na, akkor most ellenőrizzük. Szomjazunk, mondom azért. De most se történt semmi. Pedig neki mentem. Na nézzük csak, mi a probléma. Azt mondja, van nekünk egy box colliderünk, amit triggerelünk. Van nekünk egy FPS controllerünk, ami ugye
A karakter kontrolleren keresztül tartalmaz egy collidert, amit elfelejtettünk még, hogy itt a címkét nem állítottuk be playerre, illetve itt az other.gameObject.tag. És már is 109, 118, 128, 138, 147, 157, tehát hozzáadja, csak if player stat first, ja, az privát, ahhoz nem férek hozzá. Úgyhogy azt itt a player stat scripten belül kell nekem megoldanom, hogy ha nagyobb egyenlő mint nulla, akkor ugye levonja. Illetve ha a thirst nagyobb, mint a first normal, akkor abban az esetben a first az egyenlő a first normallal. Jó. És akkor, hogyha most leteszteljük, és ugye hagyjuk még egy picit, sőt, fussunk kicsit. Jó, most fölveszem, 99. Ha most megint átmegyek rajta, egyszerűen nem engedi följebb. Hát hozzáadná, de mivel több, ezért visszaredukálja. Jó. Tehát tulajdonképpen ugye nagyjából ezen az elven hozzá lehet adni a kaját, hozzá lehet adni bármilyen nézét. Tehát abban az esetben, hogyha azt szeretnénk, hogy átsétál a karakter rajta, és akkor hozzáadja. Ez tulajdonképpen csak egy tesztelés, ez a triggerlés. Ugye későbbiek folyamán ezt majd meg fogjuk úgy csinálni, hogy fölveszük az inventoryba és el kell külön fogyasztani, és majd akkor fog ez megtörténni. Ezt tulajdonképpen tesztképpen raktam bele, hogy lássuk, hogy működik-e a scriptünk rendesen. És akkor elvileg mindent megcsináltunk, amit terveztünk ebbe a részbe. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor ne felejts el dobni egy kék pacsit. És ha nem szeretnél a következő részekről lemaradni, továbbá nem vagy feliratkozva, akkor bökjél rá a piros feliratkozás gombra, és a következő alkalommal ismét találkozunk, addig is legyetek jók és szabatiszták, tadaa!